Köszöntöm nézőinket! Önök a három témát látják. Mai esti vendégünk dr. Orosz Tivadar, a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vállalkozások és a gazdaság számára is biztatóan indult a 2020-as év. A januárt megelőzően korábban minden paraméter tekintve sikeres éveket jegyezhettünk fel. Ugyanakkor ez ellenkezőleg folytatódott. A széles körű intézkedések ellenére a GDP egészen 6,5%-kal esett vissza tavaly. A járvány miatt Békés megyében is visszaesett a gazdaság teljesítménye. Milyen évük volt tavaly a vállalkozásoknak? Hogyan befolyásolta a megye gazdaságát a világjárvány? Hogyan értékel a kamara? A 2020-as éve a gazdaságnak és a vállalkozóknak is jól indult, hiszen több éven keresztül sikeres gazdasági teljesítményről adhattunk számot. A 19-es évben már nagyon komoly volt a gazdaság dinamikája, 4,9%-os GDP növekedés volt, alacsony volt az infláció, alacsony volt a foglalkoztatás tekintetében a munkanélküliségi ráta, 3,4%, jelentős jövedelemtermelés, pénzügyi helyzetünk is sokat javult, államadóságunk 71-72%-ról 66%-ra csökkent, és a más paraméterekben, külkereskedelem, egyéb paraméterekben is nagyon sikeres éveket zártunk, és bizakodtunk a 2020-as folytatásba. Nem így történt, a pandémiás helyzet felülírta ezt a forgatókönyvet, és eltérő ciklusossággal a gazdaság teljesítménye összességében 2020-ban visszaesett Békés megyében is. Most már látjuk a konkrét eredményeket. Nagyon széleskörű gazdasági és egyéb intézkedések ellenére segítő támogatások, adócsökkentések, többlet, olcsó hitelforrások ellenére a gazdaság teljesítménye GDP-be számolva mintegy 6,5%-kal visszaesett összességében. Megmutatkozik a államháztartási hiányon is, hogy jelentős forrásokat használt föl a kormány ahhoz, hogy kompenzálja itt a vállalkozók veszteségeit, biztosítsa a talpon maradást, a gazdaság működőképességét, a foglalkoztatást, mert az államháztartási hiánya akár mínusz 9% is lehet, és az államadóságunk is brutálisan visszaesett vagy emelkedett, hiszen a említett 66,3%-ról, ami 19 évvégén még ezt állapítottuk meg, több mint 81%-ra húzott föl az államadóságunk. Vannak biztató paraméterek, amik kedvezőben alakultunk, mint amire számítottunk, főleg második, harmadik, negyedében ugye kritikus volt a helyzet, hiszen volt olyan időszak, hogy teljesen leállt a gazdaság, ez jelentett legnagyobb visszaesést. Tehát összességében ami pozitívum, hogy egyrészt kevesebb cég szűnt meg, nem volt, nincs csődhelyzet, ez azért meglepő, de ez számos intézkedésnek köszönhető. A foglalkoztatásban sem akkora a visszaesés, amennyi a helyzetből következne, hiszen egy komoly létszám csökkenés mellett, évközi csökkenés mellett évvégére most már megközelítjük megint a 4,5 millió foglalkoztatotti létszámot. Ez Békés megyében azt jelenti, hogy más oldalról megközelítve, hogy 2020 évelején körülbelül olyan 11 000 álláskereső volt, 2020 évvégére olyan 14 000 körüli, tehát olyan 3 000 körüli az a differencia, ami létszám csökkenésbe, foglalkoztatásba is így tovább jelentkezik. Ez viszonylag kedvező
ahhoz a fejleményhez képest, és ahhoz a csapáshoz képest, ami érte a gazdaságot 2020-ban. A munkahelyi bértámogatásokkal közel 200 ezer ember munkahelye maradhatott meg a koronavírus járvány következtében kialakult helyzetben. A Békés-megyei vállalkozókra kevésbé volt jellemző, hogy megtartsák a munkaerőt, már az első hullám ideje alatt inkább elküldték alkalmazottaikat. Az országos átlaghoz képest jelentősen alacsonyabb számban vették igénybe a bértámogató lehetőségeket. Mekkora volt az érdeklődés Békés-megyéből a kormányzati munkahely megőrző programok iránt? Ugye azt mondjuk, hogy ha 2020-at nézzük járványkezelésre, mint egy 1000 milliárdot egészségügyi szempontból mondom, 1000 milliárdot használt föl a kormány, gazdaságmentő csomagja pedig 3600 milliárd forint volt, tehát ez is mutatja, hogy nagyon komoly. Ezen belül a munkahelyek megtartása, teremtése, biztosítása volt egy nagyon fontos támogatási terület, ez külön érintette a válságágazatokat, de széles körben lehetett ezt a támogatást igénybe venni. Ha azt mondjuk, hogy 500 ezer munkahelyet őriztek meg ezekkel az intézkedésekkel, ezen belül 200 ezer munkahelyet őriztünk meg a munkahelyi bértámogatásokkal, ami szintén jelentős forrás jelentett. Békés-megyében ezeknek az igénybevétele szerényebb volt arányaiban, hiszen az történt, hogy Békés-megyében a válságágazatokból már az elején elbocsátottak embereket, kevésbé volt lehetőségük, vendéglátás, szállodaipar, hogy megtartsák, és ennek érdekében igénybe vegyék ezeket a bértámogatásokat, de igénybe vettek nagyon sok olyan könnyítés, rugalmas foglalkoztatás és természetesen munkabértámogatásokat is. Békés-megyében az összes bértámogatásnak a 3%-át vették igénybe, tehát arányaiban kevesebb, mint ami Békés-megye gazdasága, lakosságát illette volna. De ennek a támogatásnak több mint egyharmadát Budapest-Pest megye vette igénybe, és a jelentősebb, iparilag fejlettebb megyék vették ezt inkább igénybe, ahol nagyobb vállalkozások vannak. Volt egy speciális támogatás is a kutatás-fejlesztés területén dolgozókat, ez mintegy 19 ezer embert érintett Magyarországon, és ebben viszont még szerényebb az igénybevétele Békés-megyének, mint egy 100 fő, olyan 0,34%-ot tett ki. Külön kiemelném a Széchenyi kártyának a széleskörű kedvező kamatozású hiteleit, ami 0,1-0,2, van a legmagasabb 0,5%-os, kamattámogatású hitelek 2-3 évre vették ezt föl, és a mértéke az pedig 100-750 millió között mozgott, attól függően, milyen termékről van szó, forgóeszközhitelről, számlahitelről, vagy esetleg beruházási, vagy más jellegű hitel. Nagyon népszerű volt egyébként, és nagyon megugrott az Agrár Széchenyi plusz kártya igénybevétele, az összes többihez viszonyítva ez az összes igénybevételnek közel a felét adta. Tehát olcsó forrásokat inkább igénybe vették, saját tartalékaikat használták föl, kivártak a vállalkozóink, és ez volt a jellemző Békés-megyébe, és várunk egy jobb folytatást, hiszen ha megnézzük az idei országos költségvetés tervezetünket, abból az látszik, hogy sokkal több forrás fog jutni szinte minden területre, de például az egészségügy vagy a járványkezelésre önmagában 3000 milliárd forint. Gazdaságfejlesztése 2550 milliárd forint áll rendelkezésre, és komoly beruházási programok is beindultak,
kormányzati támogatással, tavaly volt egy közel 900 milliárdos támogatású, 1500 milliárd kihatású fejlesztés. Ez folytatódik az idei évben, hiszen a kormánynak az a filozófiája itt a gazdaság védelemmel kapcsolatosan, hogy próbálj fönntartani a gazdaságot, megtartani a munkahelyeket, de megszorítások helyett adócsökkentésekkel, adminisztrációcsökkentésekkel, támogatásokkal, finanszírozással ösztönözzük a beruházást. Szerencsére ez a beruházási ráta még elég magas, hiszen több mint 28% volt eddig a GDP arányosan, és ezekkel az intézkedésekkel fönntartjuk ezt a magas beruházási rátát. Az iparűzési adó felére csökkentése több megyei önkormányzatot is érzékenyen érint. A döntés viszont segíti a vállalkozásokat, hiszen országszerte közel 800 ezer érintett számára jelenthet tehercsökkenést. Hogyan értékelték a vállalkozások az iparűzési adó felére csökkentését? Azt lehet mondani, hogy Békés megyében is felemelték a hangukat az önkormányzatok az ügy ellen. Milyen állásponton van a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara? Ez egy nagyon érzékeny téma. Szerencsére a konkrét tények Békés megyében kedvezőbben alakulnak, és várhatóan fognak alakulni. Ez érzékenyen érinti az önkormányzatokat. Személy szerint szívesen elkerültem volna ezt a konfliktust. Az fogalmazódott meg hosszabb ideje, hogy arányos teherviselés jegyében ne csak az állam, az önkormányzatok is vállaljanak nagyobb áldozatot, szerepet a vállalkozások, a gazdaság mentésében, és így alakult ki az, hogy a helyi iparűzési adó, mivel adócsökkentés eszköze vetődik fel a kormányzati oldalról is, ez önkormányzatokat is ennek megfelelően adócsökkentéssel sújtják, de segítik egyben a vállalkozásokat, a bajba jutott vállalkozásokat. Ez nagyon fontos a vállalkozások számára. Ami kedvező, hogy ez a 3-4 milliárd forint, ami kiesik Békés megyében, úgy látom, hogy ez kompenzálásra kerül, nem csak a 25 ezer fős alatti települések esetében, hanem az e fölötti nagyobb városok esetében is. Tehát úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag kevesebb vitát jelent, hiszen ez a forrás az önkormányzatoknál nagyon fontos szerepet töltött be, Békés megyében is. Amióta beléptünk az Unióba, ez a forrás egyébként országosan 300 milliárd forintról 800 milliárd forintra emelkedett, és ebből ez a felezős intézkedés olyan 150 milliárdot érinti. Ennek jó részét, reményeink szerint Békés megyében nagy részét az állam kompenzálni fogja. Remélem, hogy ez nem fog jelenteni az önkormányzatoknál pénzügyi zavarokat. Számunkra nagyon fontos az önkormányzatoknak a pénzügyi helyzete, gazdálkodása, hiszen egyre fontosabb szerepet töltöttek be és töltenek be gazdaságfejlesztésekbe, és nagyon sok vállalkozónk visszajelezte, hogy félti az önkormányzati beruházásoknak a jövőjét, hiszen nagyon sok önkormányzati beruházás révén több vállalkozónk is munkát kapott, és én úgy gondolom, hogy más forrásokat is tekintve, vagy intézkedéseket is tekintve az együttműködés lendület nem fog megtörni a vállalkozók kamara és a önkormányzatok között. Tehát reménykedem, hogy ez a helyzet kisimul. Természetesen itt egy régi problémáról van szó valójában. A helyi iparizési adó az egy korszerűtlen adónak tekinthető, hiszen Európában két országban még él ez, de árbevétel alapú, tehát akkor is fizeti a vállalkozó, ha veszteséges, és ez aránytalanságot szül.
ez a rendszer átalakítás egyébként is napi renden volt és van, de itt most szerencsétlenül jött össze éppen a pandémiás helyzetben, és pont akkor, amikor az önkormányzatok már a tervezési időszakuk végén voltak, reménykedem, hogy Békés-megyében ennek a kihatása az önkormányzatokra nem lesz jelentős, a vállalkozók számára viszont, és egyes vállalkozások számára viszont jelentős lesz, és ebben a helyzetben, válságos helyzetben minden fillérre szükségük van a vállalkozásoknak. Dr. Orosz Tivadarnak nagyon szépen köszönjük, önöknek pedig a figyelmet, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!